Szia, kedves néző! Örülök, hogy ide tévedtél most is, ezt megnézel ezt a videót. Címből láthatod, hogy mit tudom, milyen címet adtam. 6 órás livestream, sok nyereményjátékkal, mondjuk ez a címe. Nem tudom, valószínűleg ez lesz. Most vagyunk 18 000 feliratkozó körül, ez azt jelenti, hogy kövön még egy hónap, és elérjük a 20 000-et. Én erre a 20 000-re egy komolyabb livestreamet tervezek, ami 6 órás lesz, ahogy azt a címből is láthatod. Ami azt jelenti, hogy ez egy negyed nap, ez egy hétvégi napon lesz megejtve. Előre ennyi az, amit tudok. A játékok, amikkel játszani fogok benne, mert nyilván ez egy játékos csatorna, játékokkal fog játszani benne. GTA Online mindenféleképpen lesz, Rocket League is mindenféleképpen lesz. Igyekszek falloutozni is benne egy kicsit, ha működni fog. Primal Carnage is mindenképpen, mert Mitos is, hogyha lesz rá igény. Creativerse veletek, valami külön szájvejen. Bloody Traplandnek is rage-elésért, illetve hát a Mitos is, azt úgy terveztük, hogy hát Agariót, hogy Martinnal akárhányszor meghalunk, inni kell, de mondjuk ez most vagy az elején, vagy a végén kell bejátszani, mert meg fogunk baszni. Meg van egy ez a Berserkers nevezetű game. Én nem tudom, hogy ez mi. Egyszer játszottam vele kicsit, van ilyen bárány, és akkor azt kell dobálni, meg szétvárni egymás fejét, meg a zombikat, meg mit tudom én. Körülbelül ezt vettem le belőle, szóval körülbelül ezek a játékok várhatók, meg még ami lesz, lehet azok, ami lehet, addig még lesz új játék, amit vásárolok, kapok, mit tudom én, úgyhogy lehet, hogy azok is benne lesznek. American Truck Simulatorozni nem akarok, mert ott van fönn a kormányom, és nem fogom leszedni. Na, ez volt a játékos része, de a sok nyeremény rész miatt kattintottál rá szerintem erre a videóra. Na most ez egy kicsit komplikáltabb, mint ahogy ezt te gondolod. Szóval, te most azt gondoltad, hogy elmondom, hogy sok nyeremény lesz, és egy csomó játékot lehet nyerni. Ez így is lesz, hogyha besegítetek nekem egy keveset. Ugyanis jelen pillanatban nincs meg az a keret, amiből én játékokat tudnék nektek venni. Illetve hazudok, mert te megvan, csak nem arra van, hogy játékokat vegyek belőle. Az a csatorna fejlesztésére van, a játékok vásárlása pedig nem valami nagy fejlesztés az én részemre. Szóval, arra gondoltam, én kedves Comet, hogy mi lenne, ha belemondanak titeket ebbe a dologba, és nem azt fog most következni, hogy küldjetek pénzt játékokra. Nem. Egyáltalán nem. Tudjátok, hogy a YouTube-on megjelennek reklámok a videókon. Aki nem tudja, az biztos adblockot használ, vagy nem tudom, mert az elég feltűnő. Ezzel tudod támogatni a videóst, ezzel tudod honorálni azt, hogy videókat készít neked, és ezzel tudod fenntartani a YouTube-nak az ökoszisztémáját. Szóval a reklámokra kattintás jobb helyeken egy normális tevékenység. Na most ezt sokan szoktál csinálni, jó aránynak sokan, nem mondom, hogy úszok így a pénzbe, de arra gondoltam, mi lenne, hogyha én azt mondanám, hogy ezen a videón megjelentetek mondjuk 3 reklámot. Egyet az elején, egyet a közepén, meg egyet a végén. Nem biztos, hogy lesz 10 perces, a videó, de mindenképpen 10 percesként rendelem ki. A végén majd lesz valami angolató zene, vagy valami, nem tudom. A lényeg, hogy 10 perces legyen. Itt tudok 3 reklámot berakni. Mondjuk megjelenik egy most. Erre ráklikkelsz. Na most, ami pénz, komoly 3 cent bejön ebből, hogy te rákattintottál, ezt hogy is tudnám a legjobban elmagyarázni. Aki szeretne sok nyereményt a 6 órás livestreamben, az szépen most ráklikkel erre a reklámra, meg ráklikkel az összes reklámra, ami megjelenik ebbe a videóban. Ez most kivételesen nem nekem fog jönni, és nem a csatorna fejlesztése fog jönni, nem egy új webkamerára, nem egy új mikrofonra, nem az internet fejlesztésére, nem. Ez most kivételes módon arra fog menni, hogy nektek a 6 órás livestreamben játékokat vegyek. Na most ezt tudni kell, hogy egy jó 2-3 euróért már tudok venni 10 játékot, szóval rajtatok függ, hogy mennyi nyereményt tudok kisorsolni. Csak te ráklikkelsz, ennyi dolgod van, illetve amit még nem mondtam, hogy ezeknek, tehát ami bejön pénz, annak 90%-át tudom felhasználni a játékok vásárlására, hiszen én is csak 90%-át kapom meg ezeknek az earnings kereseteknek. Szóval a végeredményben hadd foglaljam neked össze. A reklámokra kell kattintani. Ebben a videóban lesz 3. Rákattintasz mondjuk mind a 3-ra, akkor nekem abból bejön 10 cent.
Ezt minél több ember megcsinálja, annál több pénz jön be, és a végeredménybe bejött pénznek a livestream előtti napon meg fogom nézni, mennyi pénz jön be, és abból a pénzből én bevásárolok játékokat. Eddig kap is? Oké. Okay. Aztán majd lesz a livestream, én itt leszek, integetni fogok, szeretni fog mindenkit, és akkor majd az lesz, hogy sziasztok, hát így a livestream elkezdéseképpen sorsoljunk ki 5 Steam kulcsot. Kisorsolom, játszunk. Megunom a játékot, akkor sorsolok még. Játszok valami mással, megint sorsolok, játszok valami mással. Lehet, hogy lesz kirakva a livestreamben néha kis üzenet, kis kiírásként egy Steam kulcs. Lehet, hogy ki lesz lőve néha csetre egy Steam kulcs. Tényleg attól függ, srácok, hogy mennyi ember kell kattint reklámra. Ez nyilván rajtatok áll, hogyha 3 ember kattint reklámra, akkor nem lesz. Akkor veszek egy darab random Steam kulcs, és akkor az lesz kisorsolva. Tehát ez most teljes mértékben rajtatok áll. Minél több pénz jön be, annál több Steam kulcs lesz kisorsolva abban a livestreamben. Minél kevesebb kattintás érkezik, annál kevesebb játékot kisorsolva. Szerintem ez tök normális, tök érthető. Megjelenik a videón itt egy reklám, mármint itt lent. Megjelenik a videón oldal itt egy reklám. Mármint ez nem a videón, hanem itt mellette. Elméletileg itt. Szóval oda is tudsz kattintani, meg ide is tudsz megkattintani. Előtte mindenféleképpen mutatni fogom, hogy mennyi pénz jön be, és hogy ebből mennyi játékot tudok menni, ezt el fogom nektek mondani a livestream elején, vagy nem tudom. Szóval összefoglalva tényleg még egyszer, mert 500-szor foglalok össze mindent, mert a sok ember nem érti meg. Mondjuk aki nem érti meg, az nem is értem, minek akar játékot, hogy is csak... Szóval kattintasz. Jön be pénz, veszek játékot, kisorsolom nektek. Ennyi az egész tényleg. Szóval, ha szeretnél sok jelenlegi játékot, akkor kattingatsz a reklámokon. Azt tudni kell, hogy ezt többször is meg lehet csinálni. Szóval nem az van, hogy egyszer lekattintod a reklámokat és onnan többet nem tudsz, hanem ötször is letudod, szerintem. Úgy tudom. Szóval mindegy. Kíváncsi leszek, hogy mennyire tudom a közösség elejét összekapni. Tényleg kíváncsi vagyok. Azt el tudom mondani, hogy egyszer, amikor volt a hogyan működik a YouTube videó, az nap összejött 6 dollár. Ami azért nálam rohadt soknak minősül. Kattintasz, jön a pénz, veszek játékot. Ennyi. Szólni fog előtte, hogy mikor lesz a livestream, aztán majd abban találkozom. Vagy nyilván még addig találkozom, csak fogyatékos vagyok. Hülye mikrofon vagyok. Köszönöm, hogy megnézted. Teröntöd el, hogy... Segítesz-e a többieknek és magadnak, hogy nyerj, vagy sem. Na, addig is jó szünetet nektek, még találkozunk minden nap legalább egyszer, de lehet, hogy kétszer a szünetben. Na majd Tali, én Komi voltam, puszi! Na, a videónak magának vége, de akkor én még ide jöttem egy kicsit pofázni, szóval, aki utálkozni akar, az úgy is fog, ezzel nem tudom mit tenni. De remélhetőleg ebből nem lesz túl sok. Kiindulva abból, hogy ez nektek is és nekem is ingyen van, szerintem ez elég jól fog elsülni, aki még arra sem képes, hogy ennyit megtegyen magáért és a társaiért, az nem is tudom, hogy megérdemli egyáltalán, hogy nyerjen. Amit azonban nem mondtam el még tényleg, hogy ez úgy fog ez kisorsolásra kerülni, hogy Facebookon lesz kint egy poszt, amit kiírok majd bizonyos időközönként, a sorsolás egy, az alá írtok, 5 perc után húzok egy embert, ő nyert. Ennyi lesz igazából. Addig próbálok beszerezni egy rendes webkamerát, ami lehetőleg 1080p-ben vagy legalább 720p-ban rögzít. Próbálok beszerezni egy zöld hátteret. Na most, hogyha a nettel addig problémák lesznek, nyilván ez tesztelésre szorul, kell OBS-be több jelenetváltó, Facecamnál, mikor éppen nem vagyok itt, vagy épp sorsolok, sorsoló screen, ilyenek, olyanok, szóval elég profin akarom megoldani, emiatt lehet, hogy csúszni fog, emiatt lehet, hogy nem lesz olyan profi, nyilván nem vagyok profi livestreamer, szóval lehet, hogy adódnak majd problémák, minden esetre szerintem, amit akartam, tényleg elmondtam. Ha utálkozni akarsz, tök nyugodtan tedd meg, elfér komment szekcióban szerintem. Ja, de tényleg amúgy, ami fontos, és nem mondtam el szintén, vagy hát elmondtam, csak lehet, hogy nem tök egyértelmű, hogy csak és kizárólag ezzel a videóval termelt pénzek fognak nyeremény játékra menni, a többivel nem. Ez most nem azt jelenti, hogy a semmi más videó reklámra rekattintsatok, aki eddig is csinálta, azt kérem, eddig is csinálja, hogy tudjon fejleszteni a csatornát, mert ez a mikrofon már tényleg a kiakaszt. A zöld háttér se ingyen van, a webkamera se ingyen van, a net se ingyen van. Akarok egy gépházat is venni, mert
nem valami jó a átcsó csatlakozója, szóval van még mit fejleszteni, maradjunk ennyiben. Tényleg ennyi, hallgassatok zenét, ha még nem telt el a 10 perc, sziasztok!